Sziasztok, itt Anett és Feri. Ma pedig a Grundal játszunk egyet. Elő is készítettük már a játékot, két fős játék esetén 3x4 lapkából áll a játéktér, 5-5 gyerekkel kezdünk itt a nagyszülők lapkáján. Van itt 3 célkártya, a legszélesebb befejezett homokvár, a legtöbb lehívott gyerek a játszótérre, illetve a legtöbb elkészített fotóért járnak majd a pontok. Itt vannak majd az elérhető homokvárlapkák, itt vannak a macska lapkák, Anett lesz a kezdőjátékos, és ő majd felhelyezi ezt a macskát valahova, és majd felcsapjuk az első lapkát az első fordulóban, az első macska lapkát. Még annyi, hogy mind a ketten 2 egyes, egy kettes és egy hármas energiakártyával kezdünk. Itt van az egyes energiakártyák, azok képen felfelé vannak, itt vannak a kettes, hármas energiakártyák egybekeverve képen lefelé. Itt vannak a fotókártyák, ez a kettő látható, illetve elérhető most. És itt van még 3 gyerek, akiket majd le lehet hívni a játszótérre. Ez ugyanis itt egy nagy játszótér, minden lapka egy-egy helyszínt jelez, vagy elmondjuk a játék folyamán, hogy melyik lapka mit csinál. És azt gondolom, hogy el is kezdjük. A célunk, hogy minél több boldogságpontot gyűjtsünk, ezek a mi kis gyerekeink, akik itt rohangálnak a játszótéren, és mindenfélet ki szeretnének próbálni, és a lehető legboldogabbak szeretnének lenni. Oké, Anett a kezdőjátékos, elhelyezi a macskát. Az energiakártyák egyébként nem nyilvánosak innentől kezdve. Tehát a másik játékos annyit kell, hogy tudjon, hogy van-e nálunk még energiakártya, de azt nem, hogy milyen energiakártya van nálunk. Jó, helyezd el a macskát. Igen, jó kis központi helyre, hogy sokfelé tudjon mozogni. Oké, na és akkor az első forduló kezdődik is. Felcsapunk egy macska lapkát, ez azt mutatja, hogy a macska egyen lejjebb lép, tehát jelfeketem, hogy mutatom. Vagy nem is tudom, nem állítjuk a macskát, de hogy egyszer nem tudtam, hogy néz ki a macska fekve is. És tehát ez a lapka nem mutatja, hogy a macska merre mozdul. És innentől kezdve felváltva Anett kezd, és felváltva egy-egy ilyen fekvő gyereket mozgatnunk kell egy szomszédos lapkára, átlósan, illetve függőlegesen viszintesen egy szomszédosra. Energiakártya eldobásával tovább lehet léptetni, tehát nem csak a szomszédosra, viszont ilyenkor nem számít az értéke, tehát akár hármas, akár egyes energiakártyát dobok el, akkor is csak egyet lép majd tovább a bábú. És amikor egy lapkára lép egy bábú, akkor fel kell állítani, ezzel jelezzük, hogy ő már lépett a fordulóban, és már többet nem léphet. Oké, nézzük. Jó, az első gyerekemet én elküldöm homokozni. Én azt gondolom, hogy nézzük meg. Én ide léptetem a mászófalra. Végül is oda. Én is elmehetek. Ez nem jó. Mármint nem jó, hogy ugyanarra jön Anett is. Elmegyek én is homokozni, de én ide. Én beadok egy energiakártyát azért, hogy lejöhessek ide a padokhoz. Végül is nem rossz ötlet. Én azért adok be egy energiakártyát, hogy ide a pingpongasztalra jussak, tehát 1, 2. Elmegyek a hintához. Na most azon gondolkodom, jó, legyen, én is beadok még egy energiakártyát, és lemegyek én is a padhoz. Én biztos, ami biztos, bejövök még egy gyerekkel a homokozóba, hogy mindenképpen mi legyünk többségben. Igen, hát majd beszéljük, hogy miért kell többségben lenni. Én akkor ezzel ide jövök. És akkor így lesz. Muszáj mindegyik bábúval lépni, és amikor mindegyik bábúval léptünk, akkor van egy ilyen libikóka és körhinta kiértékelés, ami egyébként 2-nél több fős játékban fordul elő. A 2 fős játékban nincs benne a libikóka, illetve a körhinta. Úgyhogy rögtön a következő lépés, amikor a lapkák kiértékelése. És itt fontos, hogy a lapkák szépen sorban lesznek kiértékelve, tehát sorban kell haladni. És akkor nézzük az első,
lapkát, ez itt Anettén, és úgy működik, hogy amelyiknek itt a bal felső sarkában ilyen szalagos emberkék vannak, azok ilyen versengő lapkák, ami azt jelenti, hogy az hagyhatja végre az akciót egyszer, akármennyi embere is van ott, aki megnyeri, aki többségben van itt, itt egyértelműen Anett van többségben, így ő végrehajtja ezt a homokozó akciót, elvesz egy tetszőleges homokozó lapkát, és elkezdi a homokvárát építeni. Csapjunk bele a közepébe, remélem, így látszódjon. Igen, neked feje lefelé, úgy. Jó, tovább haladva itt nincs semmi, itt megint Anett van. Itt ez egyébként egy ilyen korlátozott lapka, az azt jelenti, hogy ide egyetlen egy ember mehet, tehát hogy helykorlátos lapka, egyetlen egy ember mehet, és hát Anetté így az egy energiakártya, pontosabban egy-egyes energiakártya. Jó, itt nincs semmi. Itt én vagyok többségben, van egy homokozó lapka, amit elvehetek, nézzük csak. Ilyet vettél? Hát, ugye korlátozott a készlet, ebből van a legtöbb, de valamelyik lapkából egészen kevés van. Jó, én is elveszek egy ilyet, jó ötlet. Oké. Itt először a macskát kell kiértékelni, és a macskáját is ugyanúgy ilyen többségi gyakorlatilag birtoklás jár, tehát azt jelenti, hogy ha a lapkán valaki többségben van, akkor azt a macskalapkát is viszi. A macskalapkát azt eldobjuk egyébként, de a macskán van egy utalom, ez pedig egy homokozó lapka, tehát ezt most én itt eldobom, és elvedek még egy homokozó lapkát. Legyen még egy ilyen. És akkor is szélesítem. Jó, a macskát azt tehát befejeztük, és a lapkát is ki kell értékelni. Itt is ugye ugyanaz nyeri meg gyakorlatilag a macskát, mint a lapkát. Ez pedig azt csinálja ez a mászófal, hogy annyiszor egy boldogságpontot kapok, amennyi vele szomszédos lapkán, itt csak az oldal szomszédosság számít, legalább egy bábú van. Ez azt jelenti, hogy ez a győzelem itt most nekem 1, 2, 3 boldogságpontot ér. Hoppá. Hát 1, 2, 3 boldogság. Tovább megyünk. Ez a pingpong asztal azt csinálja, hogyha egyetlen egy ember áll itt, mint ebben az esetben, 2 1-es energiakártyát kap a játékos. Ha többen lennénk, akkor ugye versengés lenne, és akkor a győztes 2 boldogságpontot kapna. Jó, ezt én elvittem. És akkor itt nincs versengés, maximum 2 ember állhat, és mind a 2 elvesz egy-egy energiakártyát, mégpedig ebből a pakliból. Annak vegye az elsőt, mert ő a kezdőjátékos, én meg elveszek egy másikat, tehát ez vagy 2-es, vagy 3-as lehet. Ezt nem lehet tudni ilyenkor természetesen. És gyakorlatilag a fordulónak vége is. Ilyenkor még annyi igen, hogy a kezdőjátékos jelölő átkerül a baloldali szomszédhoz, ugye 2 fős játék esetén ennek kicsit másképpen van jelentősége. És új forduló kezdődik. A macskalapka megfordításával. Itt 2 lép jobbra a macska, és úgy működik ez a lépegetés, hogy ide lép, és hogyha itt már nem tud tovább lépni, akkor bejön a másik oldalon. Tehát 2 lépett a macska, azt jelenti, hogy itt lesz a macska, és majd utalma egy fotókártya lesz. Én vagyok a kezdőjátékos, és ugye fontos, hogy a kértékelés során el kellett fektetni az embereket. Itt most tulajdonképpen aki sorra kerül, felállítja, és onnan tudjuk, hogy az a bábú már lépett. Na nézzük csak. Hát mondjuk ezzel az emberemmel ide lépek a nagyszülőkhöz. Te vagy. Igazából nekem is ez volt a terv, hogy... De mindenképpen jövök. Jó, nézzünk egy ilyen bokor helyszínt, ott lehet fotózni a bokorban mindenféle izgalmas dolgot. Ejj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 
vagy el, ki tudja. Ki tudja. Jó, én innen idejövök a homokozóba. Most nem úgy néz ki, hogy nem másollak, de egy rugóra jár az agyunk. Mi a fontosabb, mi a fontosabb? Ez talán, nézzük meg, itt megpróbálunk többségbe kerülni.
tudom, hogy innen átlépett, meg persze máshonnan is energiakártyával. Meglátjuk. Ennek a hintának amúgy az a különlegesség, ezt így nem mondtuk, de az egyetlen lapka, aminél bárhonnan át lehet jutni ide, tehát az a különlegessége, hogy gyakorlatilag a gyerekek bárhonnan odafuthatnak, de csak egy embernek van hely. Na most közben mit csinált a net? Ide jött fel, aha. Igen, tehát jó eset, ez a homokozó biztos az övé lesz. És az a kérdés, hogy ezzel tud még mozogni, én ezt meg szeretném szerezni, és ezzel csak nem dob el kettő energiakártyát, bárki tudja. Hát próbáljuk meg ezt. Ezt megpróbálom bebiztosítani, aztán meglátjuk, hogy sikerül-e. Jó, én pedig egy energiakártyáért bejövök ide versenyezni. Hűha, na jó. Ennyi volt. Itt egyetemen Anett visz egy homokozó lapkát. Jippi. Oké. Ez egyébként egy bünti helyszín. Ide úgy lehet kerülni, hogy amikor döntetlen van a többséget illetően, akkor licitálni kell. És a licitálás úgy működik, hogy legalább egy energiakártyát neki kiválasztja, és átadja a másiknak, aki, tehát a döntetlenben érintett játékosok kicserélik legalább egy energiakártyájukat, többet is választhatnak, és aki a legtöbb energiát áldozza fel tulajdonképpen, tehát a legtöbb energiát fekteti abba, hogy ővé legyen a homokozó, vagy más ilyen versengő helyszín, az hajthatja végre az akciót. Ha ebben az energiafelhasználásban is döntetlen alakulna ki, akkor még egyszer van egy licitálás, és hogyha a második licitálás végén is döntetlen alakulna ki, akkor az összes érintett bábú, tehát a két játékosnak az összes érintett bábúja bekerül a büntibe, ahol semmilyen akciót nem fognak végrehajtani, azt tudni. És akkor van még ez a pihenő, erről a helyszínről nem beszéltünk még talán, ja, nem több helyszínről nem beszéltünk még, de azok majd szóba fognak kerülni, ezek egyszerűek, viszont a pihenőn egyes energiakártya szerezhető. Annyi a érdekesség, hogy akármennyi ember is van itt, minden kapja az egyes energiakártyát, tehát ha én nekem még három emberem is ott lenne, akkor három egyes energiakártyát szereznék. De ezek most nem érdekesek itt, bízom benne, hogy összes kártya egyszer csak használatba kerül, és akkor még a maradékról is tudunk beszélni. Itt mind a ketten úgy működik, hogy húzunk a nagyszülőknél, legfeljebb ketten lehetnek, és húzunk kettő grunt kártyát, és abból egyet megtartunk, egyet pedig eldobunk. Most én a kezdőjátékos felhozok kettő grunt kártyát. Én majd elmondom, hogy mit csinálnak, de a kettő közül most ezt tartom meg, és ezt pedig eldobom, hát mondjuk vagy ide egy eldobjuket, ez a dobópaklit. Nekem ez a két kártyám lett, és őt választottam belőle. A gruntkártyáknál amúgy úgy működik, hogy egy forduló során egyetlen gruntkártyát játszhatunk, csak kimentő fejenként egyet. Úgyhogy ezt ki is játszom, mert nem valószínű, lesz még egy a fordulóban, és azt csinálja, hogy három ilyen egyes nasi egyébként az a címe, tehát hogy három ilyen egyes energiakártyát elveszek. Jó, itt nincs semmi, tovább megyünk, és akkor itt döntetlen van. Először is a macskáért küzdünk meg, de ugye ugyanaz a versengés zajlik a macskáért is, meg a lapkának a végrehajtásáért is. Tehát most az történik, hogy titokban kiválasztjuk legalább egy kártyánkat, mivel nem tudjuk eldönteni többséggel most, tehát hogy licitálás következik, legalább egy kártyánkat kiválasztjuk, de többet is kiválaszthatjuk, és kicseréljük, még nem adnak, hogy mennyit választottál ki, mert az számíthat. Jó, hát nem tudom, nehéz ügy. Jó, oké. Egy. Jó. Első számú döntetlen, tehát most egy újabb licitálásra kerül sor. Mind a kettő úgy gondoltuk, hogy egy hármasra megúszunk ezt a dolgot. Én nem tudom, rakjunk be többet, de hát közben meg... Na jó, oké. Nem!
már! Basszus. Azt hittem feladom Anettnek, hogy na jó, vigye. Pontosan ugyanez volt a gondolatom. Jó. Hát, nagyon jól jártunk. Az összes gyerek a büntibe megy. Senki nem hajt végre egyetlen egy akciót sem. Ráadásul ezt a fotókártyát sem kapja meg senki. Hát ez szomorú, az eddigi játszmányok során egyébként egyszer sem került senki büntibe. Itt most sikerült produkálnunk rögtön, ez szuper. Jó, hát ez van. Semmi, itt legalább egyértelműen az enyém akkor. És nem kell újabb kártyákat pazarolni. És úgy működik, hogy vagy a két láthatóból elviszek egyet, vagy egy-egy energiakártyáért ezt a kettőt be lehet rakni a pakli, erre is kettőt fel kell fordítani. A fotókártyák amúgy viszonylag egyszerűen működnek. Vannak növények, és vannak állatok. A játék végén egy növény egy pontot ér, ha kettő növény, akkor kettő pontot ér, ha három, akkor ötöt, ha négy, akkor nyolcat, ha öt, akkor pedig kilenc pontot ér, tehát ilyen szedgyűjtögeté zajlik, és típusonként, tehát ha állatból gyűjtünk minél többet, akkor minél több pontot szerzünk, ha pedig növényből, akkor szintén minél több pontot szerezhetünk. Azt hiszem, hogy nincs jelentősége most ennek, hogy mit viszek el, úgyhogy nem pazarlok energiát arra, hogy más figyek el. Egy ilyen mezei zsáját. Egyébként ilyen szempontból mindegy, hogy melyiket viszi el az ember. Ezek gyakorlatilag csak ilyen díszítő elemek, hangulati elemek. Jó, szóval van egy mezei zsájám, lefotóztam a bokorban, és vége a második fordulónak. Én ezt átadom Anettnek, ő lesz a kezdőjátékos, harmadik forduló kezdődik, és felcsapjuk ezt itt. A cica ide lép. És egy győzelem, vagy mi az egy, hát igen, győzelmi pont, egy boldogságpont szerezhető vele egyébként. Jó. Anett, kezd. Nem vagyunk a büntibe. Igen, hát a büntitől... már csak az is nem szerencsés a bünti, mert messze van így. Mindent. Hát a számunkra hasznos helyektől. Jó, hát akkor menjünk. Jó, hát az gyorsan én is megcsinálom, mert ugye csak két férőhelyes, és azt nem írjam, és nincsen előírás, hogy egy játékoshoz, vagy a különböző játékosokhoz kell tartozni az a két hely, tehát hogy gyorsan is befoglalok egy helyet ott a nagyszülőknél. Jó, innen átjövök. Ide. Én innen... Ugye itt a fekvő embereket nem kell figyelni, ezt akartam mondani, tehát ha álló emberek lehetnek ketten, fekvő ember attól még lehet itt. És... ide jövök. Én ezzel ide. Jön ezzel ide. Én ezzel ide. Hát... Vajon mi a terv? Menjünk a pingpongasztalhoz. Jep, menjünk. Biztosra. Igen, így már biztosan mész, azt tudni. Hát... nem is tudom, lehet, hogy jobban járok azzal, akkor eldobok egy energiakártyát, és akkor ezzel ide jövök. Ugye itt egyes energiát eldobok, és legalább egy kettes kapok, hát... Mi? Úgy van esélye, hogy hármast kapjak itt, ha meg mondjuk a szomszéd lapkára léptem volna, akkor egyet kapok. Na, és én viszont most kijátszom a grunt kártyámat, amit az előző körben szereztem. Ez egy roller, és van rajta egy ikon, ami azt jelöli, hogy a lépés fázis után ez az ikon. Játszhatom ki. Igen? És a roller azt tudja, hogy egy már lent levő figurámat áthelyezhetem egy másik kártyára. Tehát, hogy én még átrollerezhetek itt a fázis végén. És mivel itt, de nem jött ide Feri, én visszarollerezek. Vagy de mondjuk nem visszarollerezek, hanem ezzel a figurával akkor átrollerezek. Na, ezt megteheted, azt nem számoljuk, hogy melyik meg. Nincs kikötve, de... Hát ez jó húzás volt, ez jó volt ez a roller. Nekem is tetszett. Na akkor haladjunk sorba. Azt mondja, hogy Anett visz egy homokozó lapkát. Hát én ezt elviszem. Ó,
Hát be is kell fejeznem, úgyhogy bátor vállalás. Jó, bízom benne, hogy nem fogod. Azt mondja, hogy itt mind a ketten húzunk kettőkötöt, most húzta először. Te vagy a kezdőjátékos. Jó, én ezt eldobom. Anyu, figyelj! Egyébként azt csinálná, hogy ha egy sorban mindenhol lenne figurám, akkor 3 boldogságpontot kapok, de inkább ezt a másikat tartom meg. Én most a dzsungelharcos dobom el, aki nekem valami fényképezési bónusza van, és egy másikat pedig megtartottam. Oké, következő, itt kap Anett egy energiát. Itt pedig a jó kis panelépületeknél 10 energiát be kell fizetnem. Na most azt mondja, hogy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 energiát befizetek. Ezt az egyeseket berakom ide, a ketteseket, hármasokat pedig ilyen dobópakliba ide. És azt csináljam, hogy lehívok a játszótérre egy újabb gyereket, és emellett pedig vagy húzok egy gruntkártyát, vagy fotózok egyet, vagy pedig elveszek egy homokozó lapkát. Én fotózok egyet, mégpedig egy jó kis pitypangot, azt amúgy is szeretem. Jó. Ott megjelent egy állat. Oké, megyünk tovább. Azt mondja, hogy itt én viszem, tehát én is veszek egy... Hajjaj, egy... Na mennyire toljuk túl? Igen, te itt tartasz. Hát meg be kell, hogy fejezzem mindenféleképpen, mondjuk elveszek egy ilyen tetőt rá. Vagy mi ez? Báskiát. Oké. Anett viszi a macskát. Az egy boldogságpont a számára. Oké. És emellett pedig kap 1, 2, 3-at, ugye itt a mászófalnál amennyi szomszédos lapkán legalább egy van, tehát kap még 3-at. Tessék. Jó. El is fektetjük itt. Itt én egyedül maradtam, tehát kapok 2 1-es energiakártyát. Itt pedig kapok 1-et ebből a pakliból. Aha. Oké. És végül Anett fotózhat 1-et. Anett pedig lefotózza az éticsikát, mert annyira szereti a fiát. Jó, vége a 3. fordulónak, jön a 4. forduló, azt én fogom kezdeni. És ugye nekem most már egyre több emberem van, aminek hát egyrészt örülünk, szerencsére ebben a játékban nem kell megetetni a gyerekeket. Úgyhogy legalább ilyen pluszköltség nem lép életbe. Na nézzük, mi is történik. Igen, először is felfordítunk egy macskát, egyel jobbra lép erre a lapkára, és a győztes majd 2 boldogságpontot kap. Na nézzük, nézzük, azt mondja, hogy... Ja, azt nem, jó, hát az még most annyira nem befolyásolt semmit sem. Csak kettő szépen a kört. Jó, na nézzük, 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 nézzük. Hát, innen szerintem, hát jövök ide egyel. Te is. Jó, én foglalok itt. Igen, a fotózás az nekem is fontos lenne. Nekem is fontos lenne, hát próbáljuk meg. Próbáljuk meg, hát ha. Igen, a homokozás is fontos lenne. Ugye itt ezzel most nem szélesítettem, lehet, hogy egyébként kár volt ezeket elvenni, ezeket a emeleteseket, de ugye a játék végén nem csak a céllapkáért jár pont a homokvár esetében, hanem magáért a homokvárért is pontokat kapunk, úgyhogy hát rizikózni kell. Na, én meg a másik homokozóval megyek akkor, tessék. Nézzünk ilyen grundlapkát. Nehéz, igen, mert a grundkártya is jó. A gruntkártya is elég jó tud lenni. Lehet, hogy hát meglátjuk még. Átjövök ide.
Igen, energiára nekem is szükségem van, úgyhogy elköltök egy energiakártyát, és ezzel lejövök ide. Jó. Na most mivel lehet számolni? Annak még egy emberre van nekem kettő. Hát ezzel mindenféleképpen el kell lépni, ugye? Az a kérdés, hogy ezzel jövök-e úgy, hogy itt esetleg runkártyát szerezzek, de lehet, hogy megpróbálok. Ide jövök. Mászófalra. Hát igen, akkor viszont, na most az a kérdés, hogy ott megéri-e... Hát megéri. Hogy egy energiakártyáért, én ezzel idejövök, hogy a többséget biztosan megszerezzem. Jó, én kijártam a grunt kártyámat. Na, nem el. Mi van már megint? A kártyának. Megint a lépések után kijátszható kategória. Az a neve neki, hogy okos enged. És mivel én úgy látom, hogy itt többségbe kerültek a zöldek, ezért elvándorolok egy másik lapkára. Tehát ezzel azt érem el, hogy az eleve bukott helyszínről legalább olyanra megyek, ahol valami jár. Pihenőre tud menni, tehát azt jelenti, hogy vagy ide, vagy ide. Esetleg azt számított, hogy ide akarsz jönni, vagy oda akarsz jönni. Jobb az ott. Jó. Oké. Na nézzük. Ja, hát ennyi volt. Igen. Akkor vehetsz egy homokozó lapkát. Iha. Most már kezdjük el befejezni. Aha, szóval te 4 szélesre mentél. Akkor nekem vagy meg kell próbálni 5 szélesre menni, vagy... Vagy beállítom ugyanazt, mint ő, és akkor ugyanannyi pontot kapunk. Jó, de Anett húz 2 grundlapkát, vagy mi az kártyát, grundkártyát, és egyet megtart majd. Ja, kiválasztottam. A kettő közül a Gyere csak ide kisfiam címük, vagy elnevezésű kártyát azt én most nem használom, a másikat pedig eltettem magamnak. Jó. Én következem itt egy homokozó lapkával, hát befejezem ezt is, és akkor majd megyek a szélességre. Oké, okay. Itt kapok 1-2-3 boldogságpontot, visszaadok 2-t és elveszek egy 5-öst. Jó, itt én viszem a cicát, és kapok 2 boldogságpontot, így. Egyrészt, másrészt pedig itt a lapkán, ugye nem egyedül vagyok, tehát nem a energiakártyákat kapom, hanem a 2 boldogságpontot, tehát beadok 3-at, és elveszek egy 5-öst. Beadok 2 5-öst, és kiveszek egy 10-est. Ha, egy jobban mutat. Oké. Okay. Nem? Nem kellett versenyezned, az nem azt jelenti, hogy ha versenyezned kell a lapkáért, akkor kapod. Nem. Azt mondja, hogy ha egy bábú van rajta, akkor 2 energia, ha több bábú van rajta, akkor a versenyt is kell figyelembe venni, és aha, ennyi. Jó, itt mind a ketten húzunk egy-egy energiakártyát, én a kezdőjátékos, akkor húzok előbb én. Jó, itt Anett kap egyes energiakártyát. És akkor itt versengés van, ami azt jelenti, hogy legalább egy kártyánkat ki kell választanunk a kezünkből, elcseréljük, és meglátjuk. Szóval, hogy kész vagy, én kész vagyok. Meg? De látszik. Oké. Okay. Anett nyeri a licitet, ami azt jelenti, hogy fotózhat egyet. Jaj, de jó. Katicát. De én most kijátszom a grundkártyámat, ami egy vigasztalás, és azt jelenti, hogy ha elveszítettem volna a licitet, akkor azért, mint lehet látni, én is végrehajtatom mégiscsak azt az akciót. Jó. Tehát te nem veszíted el, viszont én elviszem ezt a jó kis lándzsás útifüvet, és ennyi volt. Vége a fordulónak, átkerül a kezdőjátékos lapka Anetthez,
és felcsapjuk. A következőt azt mondja, hogy kettőt megy lefele. Egy, kettő. Tehát ide került át a cica, és aki megnyeri, az két boldogságponttal lesz gazdagabb. Hmm. Oké, mehet. Ezt így kirakom. Jöp, én kapásból azzal kezdek, hogy beadok egy energia kártyát, és eljövök ide. Aha. Jó, amúgy itt is van egy kétfős korlát, tehát legfeljebb két bábú állhat ott. Oké. Hát lássuk. Én mondjuk azt mondom, hogy ezzel feljövök ide ebbe a homokozóba. Te is. Én ezzel feljövök ebbe a homokozóba. Oké. Ezek a grundkártyák nem is rosszak egyébként, de mondjuk én hát még az átmegy. Na jó, lemegyek ide a padokhoz. Én átmegyek ide, hát ha tudok fotózni. Jó. Egy energia kártyáért mondjuk ő egyet tovább mind a cicához. Te ez? Hát, akkor legyen mondjuk ez. Ajjajjaj. Jó, ezzel ide lépek a grundkártyákhoz, a nagyszülőkhöz. Na, följövök ide. Most egymás után kétszer jövök, tehát most nem panaszkodhatok arra, hogy nem tervezhettem meg. Nekem beállhatnék ide mind a kettő, és akkor így biztos megnyerem mondjuk. Az két győzelmi pont, de nem biztos, hogy az lenne a legfontosabb. Lehet, hogy az érdekesebb lenne, hogy itt egy fotót elkészítsek. Persze biztos, hogy nem tudok menni, mert ez nem maradhatott. Tehát, vagy beszállok ide, vagy ide versengésbe. Melyik jobb? Ugye, ha itt nyerek, kapok két boldogságpontot, ha itt nyerek, kapok két boldogságpontot. Nem nagyon számít, úgy tűnik. Kivéve, megvan. Mert csak megint az energiakártyáimat, mert akartam mozogni, hogy esetleg valami más csináljak, de így kicsit nehéz, mert nincs olyanom, amit érdemes lenne eldobni, bár végül is. Ugye arra szeretne tized elkölteni, most nem tudom mennyi kártyája van, de azért nem lehet sokkal több, mint 10. Ezekben a licitekben valószínűleg azért ő nem állna olyan jól, mint mondjuk én most. Úgyhogy ezt be lehetne vállalni valamelyiket, csak nem tudom, hogy... Hát jó, kockáztassunk, átmegyek ide. Csak eldobtam egy ilyet. Legrosszabb esetben nullára jövök ki, és kész. Mindegy. Nézzük meg. Jó. Itt Annett kap egy homokozó lapkát. Hiha. Oké. Itt a cicát megkapom én. Az két boldogságpont. Egy, kettő. Illetve kapok egy energiakártyát. Egy egyes energiakártyát. El is fektetem. Jó, itt húzok két grundkártyát, és akkor az egyiket eldobom. Ezt a nagy tesót eldobom, a másikat már megtartom, remélhetőleg majd lehet látni, amikor kijátszom. Jó, Annett megcsinálja, akkor lehívhat ő is egy embert. Igen, nekem összesen itt a 10. Nagyok mennek a dobóba. Egyesek ide, és megérkezik fekve. Igen. És akkor vagy egy grundkártyát, vagy egy fotót, vagy pedig egy homokozó lapkát még elvehetsz. Hát jó lenne, ha legalább ez a homokvár elkészülne rendesen, úgyhogy... Jó, hát mennyi van? Még két forduló van hátra ezen kívül.
Hát azért kérdezem, mert hogy én jövök itt a homokozóval, és az a kérdés, hogyha mondjuk mind a kettőben tudok vinni egyet-egyet, akkor mindenféleképpen befejezném, tehát esetleg lehet kockáztatni egy ilyennel, hogy egy picit nagyobb legyen. Aztán persze nem tudom, hogy érdemes a kockáztatni, de hát miért ne. Jó, Anett itt visz két győzelmi pontot. Épít. Adjál ide háromat, légy szíves. És kapsz egy ötöst. Jó, itt kapsz két egyes energiakártyát, én pedig húzok a kettőt ebből a pakliból. Remélem legalább az egyikért megérte beadni őket, amilyet. Hát, majd kiderül. Jó, és akkor itt viszont versengés van, itt versengés van, tehát nekünk most licitálni kell. Én tudom, hogy Janetnek milyen van, kapott két, tehát látom, hogy elküldött az összes kártyáját, tehát volt olyan pont a játékban, amikor tudnom kellett, hogy neki nincs kártyája, itt kapott két egyes energiakártyát, úgyhogy ez most annyira nem nagy titok, hogy milyen van, még ha mind a kettőt be is adja, amire persze van esély, csak ugye az a baj most, hogy kár, hogy nincs növény. Na, ha el is viszem az állatot, azt összvisz egy pont, a negyedik növény viszont érne 8 plusz 3 pontot, ami jóval izgalmasabb. De ez van. Na jó, oké. Választottál? Választottam. Hát ilyen nagy titkok most nincsenek a dologban. Jó. Attól én még azért kicsit gondolkodom. Picit gondolkodom. Jó, legyen. Oké? Okay? Tehát kettőt választott, én egyet, én adom neki a hármast. Kap két, igen, kapok két egyest, jó? És hát ez van. Szóval viszek egy fotót, szóval azért megtehetném, hogy ezt a kettőt eldobom, hogy biztos növénylapkához, hát illetve nem tudom, hogy biztos növénylapkához jutok-e, de többször lehet dobni energiakártyát, hogy ezt a kettőt itt lepucoljam. De mindegy, mondjuk elviszem ezt a jó kis házi méhet, és itt elkezdek egy ilyen állatsort is. Csak a rendkedvéért növény lett volna. Háj, jó kis bogáncs. Oké. Nem baj, lesz még itt lehetőség sok mindenre. Ennek a fordulónak ugyanis most vége. Utolsó előtti forduló következik. Én ezek a kezdőjátékos. A macsek az megy kettőt felfele, ami azt jelenti, hogy egy-kettő ide érkezik. És három boldogságpontot ér ő, hogyha valaki megszerzi. És én kezdek, na most egy kicsit nézzük csak, azt mondja, hogy jó, ezzel ideállok. Tesz. Vajon mi lehet a terv? Jó. Igen, futom, hát ott most gyenge leszek, hogy kellene energiákat eldobálnom, ami most azért nem az igazi. Jó, én azt fogom csinálni, hogy ezzel ide lépek. Jó, én itt a lújancon vártam. Uh-huh. Jó, én szerintem ezzel megpróbálok itt valamit kezdeni. Jó, én innen eljövök ide. Ó, de kár, nem ezeket van ide, hanem ezeket van ide érnem. Na nem baj, most már mindegy. Mit tudok itt csinálni? Azt mondja, hogy ezzel ide lépek, és akkor most kijátszom. Kérdezem az a gondkártyát, az a anyu figyelj. Az előzően amúgy rosszul mondtam szerintem, mert ott, ha egy oszlopban áll minden lapkán bábú. Nem, szerintem az előzőben máshogy volt felrajzolva. Igen, azért mondtam, hogy ott ja, azért mondom, az előzőben ugyanúgy anyu figyelj. Igen, ugyanúgy anyu figyelj a kártya címe. Itt oszlopban kell, itt meg sorban. Hát ez egy picit, ez picit könnyebben teljesíthető most három lapkával. De itt most, itt mind a három lapkán, egy sorban három bábum áll, és az három boldogságpont. Beadok kettőt, elveszek hármat. Jó, te vagy.
Ja, arra kell figyelnem, most ebben a fordulóban már játszottam ki grundkártyát, tehát ha itt szereznék esetleg, akkor azt nem játszhatom ki ebben a fordulóban. Jó, én megnézem. Jó. Hát én azt hiszem, hogy elszúrtam a dolgot. Na jó, ide feljövök homokozóban. Én szerzek itt egy energiát. Ilyen szempontból azért is fontos a kiértékelés, mert hogyha mondjuk itt szerez Anett egy energiát, azt a későbbi egben már elköltheti. Ja. Az a lehet számolni azért. És akkor egyetlen egy emberként maradt, szerencsétlen. Na most nézzük, Anettnek van energiakártya, tehát akár még mozoghat is olyan mezőre, ahol nekem az fájhat. Hát igen, ezt elszúrtam. Nem baj, ide jövök a pihenőre. Jó, én viszont feljövök ide. Ups! Oké. Jó, hát ott biztosan ment Anett akkor. Na nézzük akkor sorban. Aztán itt jöhet nekem egy homokozó lapka, mondjuk... Mennyi ott lesz még egy forduló? Legyünk kapzsik? De hát én most egy csomót. Jó. Tornyozom. Te kicsit feljebb megy ez. Jó. Oké. Itt Anett kap egy 1-es energiakártyát. Itt Anett húz 2 grundkártyát, és majd egyet megtart, egyet pedig eldob. Jó. Én most a kettőből a veszekedést nem választottam. Egy másik kártyát raktam el magamnak. Kapsz egy 1-es energiakártyát? Oh yeah. Én itt lehívok még egy gyereket. Az 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, az összes kártyámat eldobom. Ezt tudnia kell az ellenfélnek, hogy nem maradt kártya nálam. És egyrészt jön ide egy újabb játszópajtás, és választhatok egyet, de most nagyon gondolkodom, hogy homokozó lapkát vigyek-e. Ugye még egyet fogok vinni, ezt le tudom zárni, és de lehet, hogy jobban járnék egy... szerintem ezt fogom csinálni, jobban fogok járni szerintem ezzel a kis bogáncsal, mert ez itt plusz 3 pontot jelent nekem, és úgy tűnik, hogy azért a homokozó lapkákat könnyebb megszerezni, mint a fotókártyákat. Ugye itt egyetlen egy helyszín van. Na, de ne ragozzok tovább. Jöhet egy újabb homokvár darabka. Akkor én ezt itt így megkoronázom, ezt a tornyot. Itt kapok 4 pontot. 1, 2, 3, 4. Az nem is rossz. Ennyi. 4. Jó. Itt Anett a macskáért kap 3 pontot, a magáért a lapkáért pedig 2 pontot, tehát így ő 5 pontot kapott ezzel. Oké, beváltsa neked is, hogy jobban mutasson. Jó, ezek itt mind így eldőltek. Itt én kapok egyetlen egy energiakártyát, Anett pedig visz egy fotót. Jó. Utolsó forduló következik. Ez ide kerül, Anett lesz a kezdőjátékos. Kettőt megy balra, tehát ide került a macska, és mehet. Hát ez egyetlen egy boldogságpontot jelent. A nagyon nagy küzdelem nem megy majd érte valószínűleg, de jó tudni. Oké, kezdheted. Hát a grundkártya az utolsó fordulóban már lett, hogy kicsit kérdéses, hogy kell-e. Jó, nézzük. Teljesen. Na most hogy állunk? Az van egyébként, hogy ennek van 3 fotó, nekem meg 2-4-5, tehát jó eséllyel ott viszem. Legyen akkor az, hogy ezzel átjövök ide, homokozóhoz. Anett? Innen szerintem átmegyek ide.
És reménykedem, hogy lesz mellettem. Na, mondjuk a cicánál csak leszünk. Ott már biztos van. Már biztos van. De még lehet, hogy elveszem azt a többséget tőled azért. Hát az a helyzet, hogy nem nagyon van. Még beállok ide. Egy szem helyet elfoglalom. Jó, ezzel lejövök ide. Oké. Akkor én ezzel lejövök ide. Beadok egy energiakártyát, mert ezzel szomszédos mezőre nem nagyon van értelme jönnöm. Lejövök vele ide. Na, nézzünk ezzel egy ilyet. Hau. Én eljövök ezzel ide. Uh-huh. Oké, neked már nem maradt embered, ami mozogna. Tehát én most ezekkel tudok számolni. Esetleg, hogy ez is az enyém lesz, itt 4 pontot kapok érte, akkor azt fogom csinálni, hogy ezzel lelépek ide. És ezzel pedig szintén lelépek ide, és ezért eldobok egy energiakártyát. Ja. Én most kijátszom a maradék két gruntkártyámból az egyiket, ezzel az jelenti, hogy a másik gruntkártyám el is fog veszni. Ez pedig egy Shit nevű kártya, amivel én a cicát átzavarhatom egy szomszédos mezőre, és én erre a szomszédos mezőre. Igen, tanakodtunk, hogy a szomszédosság itt oda a szomszédosságot jelente, vagy sem. Mutatom a kártyát, ott az ikonográfia. Igen, az ikon szerint oda a szomszédos, de mi úgy döntöttünk most, lehet, hogy rosszul, de úgy döntöttünk, hogy a sarok szomszédosság is, az átlós szomszédosság is megengedett, úgyhogy Anett oda rakta át a macskát. Nincsenek olyan nagy jelentősége egyébként, megjegyzem, tehát egy boldogságponton, tehát az egy boldogságpont múlik az egészen. Úgyhogy menjünk is, nézzük meg. Tehát Anett egy dicsőséges torony lehelyezéssel befejezi a homokvárát. Jó. Én húzok két gondkártyát, és abban itt megtarthatok, és igazából hoppá, mi is történik itt? Most meg tudom mutatni, igazából már nagy jelentősége nincs, Anett már nem játszhat ki, és azt mondja, az öledésnél 2 boldogságpont, az egyértelmű. Ezt fogom választani a kisvakondot, mert az meg azt csinálja, hogy megnyert homokozóból egy további, tehát plusz egy lapkát húzhatok, és ez most elég sok pontot fog érni, úgyhogy remélem Anett nem ver meg nagyon. Ezt egyre félre rakom. Azt mondja, hogy itt kapok egy 1-es energiakártyát, nem tudnék semmi, és ugye kapok egy homokozó lapkát, és ugye még egyet el tudok venni. És akkor ugye meg tudom azt csinálni, hogy ezt itt hosszabbítom egyen. Ez egyik választásom, a másik választásom meg ez. Oké. Erre nem számítottam egyébként, hogy ez megtörténhet, de pont jól jött ki a gondolapka. Itt nyerek 4 győzelmi pontot, elveszek egy 10-est, és beadok 6-ot, ugye? Oké. Anett visz 2 boldogságpontot. Én viszek 2 energiakártyát innen. 1, 2. Anett elviszi a macskát, ami egy ilyen boldogságpont, illetve egy energiakártyát, és elvisz egy fotót még. Igen, ezért az egy energiakártyáért, amit itt lelövittem, én lecserélem ezt. Reménykedem, hogy van benne állat. Add az állat. Jó, felcsapom, bár már nincs jelentősége.
Elvileg most vége a játéknak. Ugye a 3-4 fős játékhoz képest van egy eltérés, 7 macskalapka van, és így 7 fordulóból áll a játék. És akkor nézzük sorba, ugye egyrészt van annyi győzelmi pontunk, amennyit elvittünk a játék folyamán. Aztán nézzük meg a homokvárat. A homokvár az úgy működik önmagában, hogy vannak ilyen perjeles boldogságpontok. A jobb oldali az mindig több, hogyha szerepel kettő fajta is, vagy kettő mennyiség. És a jobb oldali akkor jár, hogyha befejezett a homokvár, mind a kettőnek befejezett. Ez azt jelenti, hogy Anettnek van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, igaz? Tudok adni 3. Az jó, akkor adok 15-öt. Jó, azért elnőzete is légy szíves, hogy biztos mondjam. Jó, nekem jár 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tehát az 5, 10, 1. Oké. Aztán járnak a fotókártyákért a pontok. Neked van 4, azt jelenti, hogy kapsz 8 pontot. Azt most ki kell adni, ugye, mert nincs ketted, akkor nincs kettőd, akkor így, 5, 6, 7, 8. Nekem van egyszer 4 kártya, az 8, meg egyszer 1, az 9. Én beadok egy 1-es, és akkor kiveszek egy 10-est. Oké. Aztán jön az, hogy célkártyák. Na nézzük, a legszélesebb, akkor az enyém most már 1, 2, 3, 4, 5 széles, Anetté meg 4. Az első helyezésért 8 pont jár, a másodikért 4, tehát beadok 2-t, és kiveszek egy 10-est, ez 8 pontot ér. Anettnek jár 4, tehát bead 1-et és kap 5-öt. Jó, a másik célkártya az a ember. Hát nekem 1 maradt ki, Anettnek 2, tehát ott szintén ez a helyzet, hogy kaptam 8-at. Azt most ki kell vennem, 5, 6, 7, 8. Anettnek 4. Oké, és a harmadiknál is az a helyzet, hogy 4 van nekem, meg 5 van, akkor most már be tudok adni 2-t, tehát kiveszek egy 10-est, Anett megkap 4-et. Oké, és az energiakártyákért jár még, el kell osztani a... Itt viszont össze kell számolni az energiapontokat, és el kell osztani 3-mal, és amennyi az eredmény, a maradékot nem kell figyelembe venni, annyi pontot kapunk, tehát én kapok 2-t, Anett meg 1-et. Igaz? Igen. Jó. Ja. Tehát egy ide, és hát kettő ide. És most összesítve az eredmény 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 4 pont, azt hiszem. Így 74 pont itt. Valahol 40-nél nem számoltam magába. 10, 20, 30, 40, 5, 6, 7, 47. Köszönöm szépen a játékot. Gratulálok. Jó, hát ez volt a grund. Ugye többfős játék esetén 4x4-es a játéktér, illetve 9 fordulóig tart a játék, tehát 9 ilyen macskalapkát kell felcsapni. Viszont a játékot kevesebb bábúval kell kezdeni, úgyhogy egészen mások a lehetőségek, illetve új lapkák is bekerülnek, úgyhogy elég sok variációs lehetőség van. Nem csak ezek a lapkák vannak kétfős játék esetén sem, tehát ezek a csillagosok, azok benne kell, hogy legyenek, viszont ezek cserélhetők. Van olyan kártya, aminek a másik oldalán, vagy mi az lapka, aminek a másik oldalán másmilyen helyszín van, itt ilyen, ez a kötélcsúszda, hogy hívják, például itt ilyen van, úgyhogy elég sok variációs lehetőség van ebben, és a célkártyákból is elég sok fajta van, úgyhogy egészen más helyzetek adódhatnak. Köszönjük, ha végignéztétek, reméljük, hogy tetszett, sziasztok! Sziasztok!